Sziasztok, szép napot mindenkinek! Egy nagyon-nagyon finom régi receptet hoztam nektek, ezt én már olyan 15 évvel ezelőtt elkészítettem, csak úgy spontán találtam ki otthon, volt mézem, volt paradicsomom, csilipaprikám, egy kis csirkeszárny, ja, a mexikai zöldségkeverékem, brokkolis is volt közte, meg minden, amit csak találtam, beletettem. Hasonlót akartam, mint a csípős csirkeszárnyak, vagy mint a kentucky csirkeszárnyak, vagy a barbecue-s, vagy ilyesmi, de nagyon finom sült ki belőle, szó szerint is kisütöttem a sütőbe. A Candace-nek kedvence lett, imádja, szereti, bárhol, bármikor megenni, ő is, én is, és a Falko is szereti. Annyira gyors, olyan egyszerű, hamar elkészül, hogy már a sütőt melegítem is elő. Megcsinálom a paradicsomos csilis, mézes keverékemet, amit mindjárt mutatok is. Tehát rögtön közvetlenül tepsibe belemegy a paradicsompüré. Még öntök hozzá még egy ilyet. Az üveget azt most ki egy kis vízzel, és akkor így hozzáöntöd. Megy hozzá ilyen két kanálnyi olaj. Teszel hozzá egy kis delikátot az íze kedvéért, fekete őrölt bors, mehet bele a mézecske, ízlét szerint azért legyen benne, lehessen érezni a mézet, az édeset, ez rá fog karamellizálódni majd a csirkeszárnyakra. Hát így ez a mézecske így tele volt, hát így a macinak a feje hiányzik, annyit öntöttem bele. Bam. Aki nem szereti a csípőset, az hagyja ki, én teszek bele egy kis csípős őrölt paprikát, hogy kicsit csípjen. Oké, ezt az egészet elkavarjuk egyenletesen, hogy mindenhova elérjenek az ízek. Látjátok, én még tettem hozzá egy kis kristálycukrot, ezzel is elkavarom, hogy még jobban karamellizáltabb legyen majd. Oké, kész van ez a szósz, ez a massza, mehetnek bele a csirkeszárnyak, így ahogy van, szépen megmosva, megtisztítva. Ne legyenek rajta tollak, ne legyenek rajta pelyhek, mert az nagyon cudor tud lenni. Szépen így bele kell helyezni, hagyd lepje el. Benne vannak a csirkeszárnyak, ellepte, tehát ez ilyen 1 kg 30 deka csirkeszárny, és ennyi paradicsom bőven elég hozzá, de kell is ennyi, hogy ellepje, mert még jönnek majd rá zöldségkeverések, rakom be a sütőbe. Ebben a paradicsomos mézes csilis szószban addig sütjük azt a csirkeszárnyat, míg meg nem sül. Puha nem lesz, meg nem pirul. Majd mutatom. Egy olyan jó 20 percig sütöttem, alsó-felső sütés, és 150 fokon, most váltottam át 200 fokra a légkeverésesre. Rákukkantunk a húsira, légkeverésesen sül, kb. Olyan 15 perce, és 200 fokon, nagyon szépen sül lefele a húsi, pirul, nem sokára rátesszük a tetejére a zöldséget. Na tehát fogod a zöldségkeveréket, és csak így egyszerűen rászórod. Jöhet a másik is. Eloszlatjuk. Visszatoljuk be a sütőbe, és ugyanígy 200 fokon sütjük tovább. Na gyerekek, elzártam a sütőt. Nézzétek, milyen szépen megsültek, megpirultak a csirkeszárnyak. És nem soká kitálalom, megmutatom, hogy milyen is az összkompozíció. Elkészült olyan pikán, szaftos, nagyon finom a zöldségekkel, és ez az egész ragús köret hozzá, amit a paradicsom szószból kaptunk. Lássuk az ízét. Gyerekek, 15 éve nem untuk meg, mindig újból és újból elkészítjük, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt nektek is megmutatom. Legjobban, amúgy ezt a ragút szeretem benni, ezt a szaftot, ezt a mézes, rákaramellizálódott. Nagyon jó. Hús finom, puha, omlós, nagyon finom a csirkeszárny, tudjátok, így, amikor van rajta méz, csili, paradicsom, ki kell, hogy próbáljátok. Komit, hogy tetszik, ki szeretnék kipróbálni, és küldjetek nekem róla képet. Sziasztok! Nyomod is? Na, sziasztok, most jöttem. Búti kerülásbú. Kóstolási. Szárny, ilyen szecsuán is, vagy milyen? Ez édesként? Mézes, az én mézes, mázas. Mézes. De jó néz ki, folyik is nyálam. Paradicsompüré van paradicsom benne, püré méz van benne, minden van benne. A zöldségek vannak benne, köret van rajta. Kukoricás köret. Kóstol, mert egyre rossz, jó van, hát.
Csontnak adjam a szüve. Ott van a sosnak. Vagy nem is azt adok más. Na milyen? Jó. Kicsi, csípős. Jó. Sót kérek. Sót. Ugye egyre szerelmesebb vagyok. A szép. Nem tedek róla. Én törülök. Nem tedek róla. Nem a kajával van a gond, velem van a gond. Óvatosan csinál a sót. Ne úgy sok menjen rá. Oké. Okay. Amúgy is sós leszel. Az van répa is. Répa, cukini. Ha, jó. Megpirok belőle ennyi egy tepsivel. Annyira ízlik neked. Jó. Én nagyon szeretem. Tényleg jó. Csak nekem kell hozzá... Kifli? Kifli. Igen. Mindjárt. Hát mi van? Mindjárt. Mered ajánlom, hogy próbálják? Próbálják ki. Szerintem soknak tetszeni fog. Rizsgrága, édes, savanyú, csípős, ízes. Azért mondom, hogy... Érde rajta ezeket az ízeket, nem? Igen. Ilyet vettem. Jó, puha. Hú, de jó. Igaz? Mhm. Imádási. Szólj egy szót. Jó. Jó? Jó. Szólj egy szót, jó. Nem jó. Azt még nagyon-nagyon régen kitaláltam már, 15 éve. Na mondom már, akkor felteszem és megmutatom. Most hoztad a felszínre? Most tudod fel a felszínre? Nem, ezt már azóta is csinálom, mindig csinálom. Csináltam már itt is, nem? Ugrik be. De valami rémlik amúgy. Hogy csináltam már ezt a csirke szárnyat. Jó. Meg az, hogy egészséges gyerekek. Amúgy is finom. Az nekem szólát, vagy tróbi füvem van? Nem, nincs tróbi. Vagy mi az? Várj. Nincs tróbi. Na, akkor köszönjél, azt mondja, hogy a Just Elemo. Na, elköszönök, Just Elemo. Aki kedvet kapott hozzá, próbálja ki egész nyugodtan, nagyon finom. Fönt van, szerintem fönt van a recept. Várjál, nem soká, most teszem fel. Most? Aha. Na. Merem ajánlom, egészséges, laktatós, jó ízvilág van. Aki szerette a kínait, merem ajánlani. Hajaz rá? Nekem? Igen. Nekem jó. Nem. Nekem inkább ilyen paradicsomos, nekem ilyen Mexikó is. Az is. Mexikó az is így van. Mexikói spanyolos ételre hajad, nem pedig a kínai. Kínai is hasonlít az olasz ételre, és szerintem igaz? Jó. Igaz? A jó olaszos beütéses Mexikó is. Adriano Celentano Parlamento Piccolo Petecco. Giastara. Giastara mu. Puszi pász, sziasztok. Csink-csunk-csungajuk.